Sziasztok, köszöntök mindenkit, aki követi a netes irodásokat, újságokat. Ugye látja, hogy a napokban Sebestyén Balázs megosztott egy kis elmélkedést a vadászokkal kapcsolatban, vadászattal kapcsolatban, és eléggé leszedi a keresztvizet a vadászokról. Ez az ő véleménye, nyilván. Sok mindenben, mondjuk én egyetértek vele, sok mindenben nem értek egyet vele, de mindenkinek van véleménye valamiről. Így hát nekem is van, már nem Sebestyén Balázsnak erről a szösszenetéről, hanem magáról a vadászatról, és nem utánozni szeretném őt, csak nyilván így, hogy elolvasgattam, meghallgattam, amit mondott, nekem is lett egy kis agymenésem tőle, és szeretnék én is megnyilvánulni, megnyilatkozni ebben a dologban, és egy nagyon nagy hozzá nem értő laikus véleményt mondani, mivel nem vagyok szakértője a dolognak. Nem gondolom, hogy attól feltétlenül, mert valaki nem szakértő, attól nem lehet véleménye. Én egy átlag embernek a véleményét szeretném elmondani, és kérlek, hallgassátok meg, aztán vagy egyetért vele valaki, vagy nem. Én állatbarát vagyok, nagyon szeretem az állatokat, szinte mindegy teljesen, hogy milyen állat. De azt nem azt jelenti, hogy álszent lennék, és mivel nagy húsfogyasztó vagyok, így én nem szoktam azt mondani, hogy az állatokat azt imádni kell, nem szabad semmi módon arra tartani, amire persze természetesen valahol valók, most a haszonállatokra gondolok, tehát tudomásul kell venni, hogy igenis azért vannak valahol, főleg a haszonállatok, az embernek a táplálkozási és egyéb igényeit kiszolgálják, tehát nyilván ezért tartja őket az ember, amikor ugye disznóvágás van, vagy mit tudom, levágják a tyúkot, csirkét, stb. Akkor nem kell egy nemzeti gyásznapot tartani, ez a vélemény. Attól függetlenül azt mondom, hogy ezt a létező leghumánosabb körülmények között kell megtenni, hogy az állat mindig kevesebbet szenvedjen. Na, és itt az én bajom igazából, ugye ezzel a problémával szembe áll nekem mondjuk a vadászat. Ugye itt elsősorban nem igazán lehet azt mondani, hogy a táplálék, a bőr miatt kellene ezeket az állatokat kilövöldözni. Meg azt sem lehet mondani, hogy mondjuk egy roppant humánus dolog, mert biztos marha jó lett egy szarvas bikának, amikor eltalálják, és még nem tudom hány kilométeren keresztül még futkározik össze-vissza, mert nem sikerült ugye a lövés, és szenved össze-vissza. Azt szokták erre mondani a vadászok, nekem is van vadász ismerősöm, hogy ugye az állományt ritkítani kell. Ezzel tisztában vagyok, biztos, már maga az állomány miatt is, hogy a fennmaradó mennyiségnek nagyobb élettér, nagyobb táplálékért jusson, mert valóban el tudnak szaporodni úgy a vadak, biztos mondom, mert nem értek hozzá, hogy az adott területen nem biztos, hogy az egészséges. Akár a haszon növényeknek a terhére kárára is, és ezeket megfelelő módon ritkítani kell. És ki tudja ezt ritkítani? A vadász. Viszont amennyi vadász csak Magyarországon van, nem beszélve még a bérvadászatról, ugye amikor külföldön jönnek még ide vadászok jelentős summáért, nem nagyon hiszem, hogy ezt a mennyiségű vadászt ki lehet elégíteni azzal a mennyiségű vaddal, amivel állományt kell ritkítani. Tehát érthető, amit mondok, van mondjuk egy területen, akár mit tudom, 10 hektáron, biztos, hogy hülyeségeket mondok számokba, de értsétek a lényeget, van mondjuk azon a 10 hektáron 20 szarvas, és az egészséges az 12 darab szarvas, tehát 8-at ki lehetne lőni. Nem hiszem, hogy Magyarországon az a több ezer vadász, bérvadász, stb. Ilyen arányba tudna vadakat lövődözni, tehát szerintem sokkal-sokkal kevesebb a ritkítandó vad, mint amennyi kellene ahhoz, hogy minden vadásznak a vadász igényét, nem tudok máshogy fogalmazni, kielégítse. Igazából sport-e ez a dolog? Mert ugye rengeteg azt mondja, hogy sport. Hát nem tudom, mi benne a sport, mert az, hogy fölkelsz korán reggel, hogy este vagy éjjel, helyesen mindegy, felveszed a vadászszerkódat, és kimész az erdőbe sétálgatni, az nyilván egy egészségügyi túrának marha jó. Nyilván az emberek nem időre teszik ezt, meg nem valami bizonyos teljesítményt letudva magukról, mint egy teljesítmény túráról, hanem kimennek valahova célzottan azért, hogy vadásszanak. Tehát igazából a sport teljesítményt nem látom benne. Az, hogy különböző méretű trófeákon mérik ezt a sport teljesítményt, ezt megint nem nagyon értem. Mondom, hangsúlyozom még egyszer a videó közben, hogy nem vagyok szakértő,
Tehát most ne kezdjen el nekem valami trófea szakemberi elmagyarázni, hogy hány agancsos, meg hány villás, meg ilyen, stb. Mennyit ér. Biztos. Csak maga a vadász teljesítménybe a sportértéket hangsúlyozom, nem nagyon értem. Tehát az, hogy nekem van egy többmilliós fegyverem például, és van arra pénzem, hogy nekem akár hajtók, akár különböző megfizetett emberek addig-addig gürizzenek össze-vissza, míg fő nem hajtják nekem a X elágazású szarvasbikát, ami megfelelő trófea lesz, és ezt ki tudom lőni, megfelelő éjjellátó készüléktől kezdve minden szarra felszerelve, ebben marha nem tudom, mi a sportteljesítmény. Marha nem tudom, mi a sportteljesítmény. Pénzkérdés az egész, szerencsekérdés az egész, és nyilván lőni tudás kérdés az egész. Csak kicsit más, mondjuk, hogy a sportlövők lőnek ugye közel azonos feltételek mellett egy adott pontra, meg megint más az, hogy kinek mennyi pénze van, olyan mennyiségű, minőségű fegyvereket, fegyvert vásárol, mondom, különböző rásegítő dolgokkal. Nem beszélve arról, hogy roppant sportszerűnek tartom azt a dolgot, mikor vadászunk, aki mit tudom én, 140 kiló, életében nem mozgott semmit, a több százezer vagy több millió forintos ruhájába, a több 10 millió forintot érő puskájával, sörözgetve, borozgatva ül a magas lesen, erre mondhatjátok azt, hogy nem lehet vadászat közben alkoholt fogyasztani, tudom, tisztában vagyok vele, azért ezt nem nagyon hiszem, hogy ez így is van, de legyen így, tehát tegyük, hogy nem sörözik, hanem ül a magas lesen, és füzetett bérhajtók elé hajtják ezt a vadat, és ő akár pár száz méterről, akár egy-két kilométerről, nem tudom milyen horderejűek ezek a fegyverek, biztos hülyeséget mondtam a kilométerekkel, de pár száz méterről megfelelő távcsővel ő ezt szépen kilövi. Biztos, hogy kibaszott nagy sport teljesítmény ez az egész. A legnagyobb sport teljesítmény ez az, amikor ugye be is etetik a vadat, tehát odaszoktatják valahova, és ugye odajára van, mert tudja, hogy rendszeresen kap kaját, vadászunk elbújik az erdőbe, vagy csinálnak neki még egy ilyen faszak is búvóhelyet, hogy még ott komfortos is legyen neki, és akkor onnan szépen ki tudja lőni ezt a vadat. Tehát ez nagyon-nagyon sport teljesítmény. Az, hogy ez öldöklés-e? Nyilván nem öldöklés. Bár láthatok ti is biztos olyan fotókat, amikor mit tudom, egy ilyen vadászaton ki van oda terítve, mit tudom, volt 15-20 darab vadász, és ki van több száz vadnyúl, több száz mit tudom, fácán, kisvad, apróvad, stb. Olyan vad, amolyan vad, mondom, nem értek hozzá, teregetve. Én nem nagyon értem, vagy nem nagyon tudom azt, hogy ezt a mennyiséget mondjuk kifogyasztja el. Tehát ennek lesz-e mondjuk olyan piaca, olyan felhasználói közege, hogy akkor legalább valakik lakjanak ebből jól. Igazából csak azt látom, hogy a fénykép kedvéért, meg odaállok a, mit tudom én, a kilőtt több száz kilós szarvasbika mellé, szépen a kis szerkomba, és megmutatom, hogy ezt igen, én nagyon fasz a gyerek vagyok, meg ki tudtam lőni. Én elhiszem különböző, hogy nem olyan egyszerű dolog kilőni egy állatot, mert technikailag ezt is elhiszem, mert ugye sok minden kell hozzá. Meg elhiszem azt is, hogy vannak olyan vadászok, akik valóban ebbe több napos munkát beletesznek, de nehezen tudom azt elhinni, hogy valaki fogja a kis puskáját, elindul az erdőbe egyedül, szépen addig-addig, még talál egy vadcsapást, vár, utánuk megy, ide megy, oda megy, hogy akár több napig is mondjuk követve a vadat, esetleg kilövi valamelyiket, és akkor utána szépen ezt ott helyben kizsigereli, felkoncolja, stb. Érte megy, és mondjuk a saját fogyasztására, persze a megfelelő engedélyek birtokába, ezt szépen elviszi és berakja a fagyasztójába, majd hónapokig keresztül, hetekig keresztül a család ebből kajá, mert ezt mind el tudom fogadni. De az, hogy kilövöm, az ott hagyom a faszba, vigye, aki akarja, vagy majd valaki dolgozza fel, ezt marra nem tudom megérteni. Most mondok valamit, ami biztos nem leszek népszerű, de még mindig többre becsülöm azt a, ugye orvvadásznak hívják, vagy tolvajnak is hívhatjuk, ugye, aki mondjuk akárhol, kimegy az emberke, összeállít valami csapdát, elfogja az apróvadat, nyulat, fácánt, és mindenféle engedélyek nélkül szépen ugye fogja, hazaviszi a elejtett állatkát, megnyúzza, megkopasztja és mondjuk megeszi. Ezt mindig többre becsülöm, mert nem azért teszi ezt, mert éppen sport sikereket akar elérni, hanem, és nem is élvezettő, hanem mondjuk mert éhes. Persze lehet mondani, hogy akkor elmetne boltba vásárolni, meg itt-ott megteremtetni a feltételeket, igen, de még mindig jobban becsülöm ezt, vagy többre becsülöm ezt, aki a kajáért, meg a szükségleteit fedezetéért csinálja ezeket a dolgokat, mint hogy csupán élvezetből. Azért megnézitek a vadászaink, akik ilyen ismertebb vadászok, azok egyik se csóró ember. De nem olcsó mulatság ez, nem csak a fegyvernek a megvétele, nyilván vannak olcsó fegyverek, drágább fegyverek, a megfelelő öltözék megvétele, hanem maga az, hogy neked oda emberek, oda kimenjenek veled, hajtsanak, stb. Ennek az egésznek az anyagi vonzata nem 3 forint. Az a meggyőződésem,
És ahogy látom, biztos megint ezért leszek népszerű, de mindegy, nem van nagyon sportos emberek ezek az urak, hogy itt aztán a erdőbe akár több 10 meg 20 kilométereket gyalogolva is mondjuk menjenek a szarvasbika után. A címben feltett mondatom, ugye, hogy öldöklés ez, vagy sportteljesítmény, hát szerintem igazából egyik se, sportteljesítmény biztos, hogy nem, öldöklésnek sem minősíteném, inkább azt mondom, hogy kicsit egy ilyen, nem tudom, egy ilyen rejtett agressziónak, vagy valaminek a kiélése, nem tudom, mi lehet abban akkora élvezet, amikor a távcsőben nézem mondjuk a szarvasnak a fejét, és meghúzom a ravaszt, és látom, hogy eldő. Biztos, hogyha kipróbálnám, lehet, hogy én is találnék benne valamit. Nem tudom, kicsit olyan sportszerűtlennek tartom, inkább ez a legjobb kifejezés az egészben, hogy amikor vadászok mondják, hogy ez nem olyan egyszerű dolog. Hát arany vadász barátom, én azt próbálom neked, azt próbálom javasolni, hogyha annyira sportszerű akarsz lenni mondjuk egy 3 vagy 4-500 kilós szarvas bikával, akkor szépen fegyél föl egy ágyékkötőt, fogjál meg két darab kést, vagy tört, vagy kardot, amit akarsz, ami ugye van a szarvasnak a kis fején is, aztán próbálsz becserkészni így a szarvasbikát, azt ejtsd el. Akkor azt mondom, hogy ez igen, megérdemled, meg leteszem a kalapomat előtted, meg igen, ez egy teljesítmény, mint az, hogy mit tudom én, a 14 milliós fegyvereddel 642 méterről, és még a fűtött lesen ülve, ki szépen a kis térdedet vakargatva kilövöd az eléthajtott állatot. Hát ez a tömény véleményem a vadászatról, mondom, félretéve a állományritkító rendes gazdasági, mezőgazdasági feladatát, az biztos, hogy kell. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit egy úri sport ez, és ami nem baj, tehát ne értsetek félre azért, mert valakinek van pénze, nyilván megtehet dolgokat, tegye is meg. Csak úgy gondolom, hogy a pénz hatására ez elmegy egy olyan irányba, ami nem feltétlenül az állatok, az erdőgazdaság javát szolgálja, úgyhogy sok pénzért mindent mindenhol el lehet intézni itt is. Ennyit szerettem volna tömören mondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!